Az Európai Unióval kötött menekültügyi megállapodás felmondásával fenyegetett a török elnök, ha nem kapják meg az ígért vízummentességet. Recep Tayyip Erdoğan az Isztambulban rendezett ENSZ humanitárius világtalálkozón beszélt erről, ahol további kétoldalú tárgyalásokat sürgetett a menekültválság kapcsán. Az Európai Unióval folytatandó tárgyalásokon Törökországot a külügyminiszter képviseli. Ha nem sikerül megállapodni, akkor már bocsánat, de a török parlament nem fogadja majd el a szükséges törvényi rendelkezéseket és az egyesség életbe lépéséhez szükséges engedélyeket, mondta a török államfő. Recep Tayyip Erdoğan azt is kifogásolta, hogy az egyesség szerint Törökországnak jutó 3 milliárd eurót sem fogyósítja pontosan az EU. A felek kölcsönösen egymást vádolják azzal, hogy megszegték az egyezményben foglaltakat. A megállapodás értelmében Törökország visszafogad minden menekültet, akik illegálisan érkeznek az EU területére, az Európai Unió pedig cserébe Törökországból fogad be már regisztrált menekülteket.